Még mindig nem szabadul fel a Honvéd kapuja. Lipcsei. Csak jó beugrás, levés, és gól az első percben Kalmár Nándor. A Kazincz barcéklaiak egyből beszorították a Honvédot, és alig egy perc elteltével egy védelmi hiba következtében 1-0-ra vezettek a hazaiak, és kiegyenlítették a hátrányukat, azaz ebben a pillanatban eldöntetlen a továbbjutás kérdése. Sallai lépett közbe, Sikesdi, Csábi. Ez óriási les volt, Pisont le sem maradt ezen az oldalon. Gregor középen 1-1. Óriási lesről engedték el az akciót, mert Pisont itt maradt, csak ezt nem vette észre ezen az oldalon a játék vezető. Budai. Búza szélen. Jól jön be, Asszony megcsúsztatja, gól! Gyönyörűen jött a beadás. Asszony mindenki fölé emelkedett, és gyönyörűen csúsztatta a felső sarokba a labdát. 2-1-re vezetnek a hazaiak. Az összesítésben 2-2. 10 perc van még hátra tiszta játékidőből, és a Honvéd végezhet el szabadrúgást a 16-os sarkától. Csalai van ott, és Fodor ismét. No, és Csehi. Csehi fut neki. És gól! Gól! Eldőlt! Eldőlt! Csehi gyönyörűen csavarta be a rövid felső sarokba a sorfal fölött. Maier nem számított rá. 2-2. Szóval talán ez volt.